találkozó végén. Őszintén tiszta szívből gratulálok. Milyen volt ez belülről? Nem könnyű. Körülbelül 20 éve vagyok edző, ez a második kétperces kiállításom. Tehát azért általában tolerálni szoktam a játékvezetői hibákat, de ez minősíthetetlen volt. Tehát ezt már... Lappal meg szoktad úszni, ma kicsit tovább ment. Így van, hát ez minősíthetetlen volt. Hát ezen belül a Spari, illetve a pénzügyőr, hát élet-halál harcot próbált kihozni ebből a mérkőzésből, hiszen ő nekik a kiesésük múlik ezen. Én úgy gondolom, hogy felvettük a kesztyűt, de azt a kiméletlen és nem kézilabdál pályára való védekezést, amit ők produkáltak, hát én azt gondolom, hogy ez minősíthetetlen. És a játékvezetők meg a másik oldalon is próbáltak kompenzálni a kétperces kiállításokkal. Ezzel együtt a mi játékosaink azt gondolom, hogy nagyon jól rajta voltak a mérkőzésen, és szépen küzdöttek. És hát annak ellenére, hogy kevesen vagyunk, annak ellenére én azt gondolom, hogy le a kalappa a csapat előtt, és hát egy nagyon szép győzelmet arattunk. A kapus teljesítmény jó volt, előtte a védekezés is jó volt, én azt nem írom alá, hogy feljött a csapat, mert végig jó szinten dolgoztunk. Az, hogy 3 góllal vezet egy ellenfél az első fél időben, az nem probléma. Tehát azért meg kell szokni, föl kell találni magunkat, és ott is gyakorlatilag, ha ott öttel megyünk, akkor sincs probléma, mert szépen labdát szereztünk, kimaradtak az ittszerek, túl izgultuk az elejét. De ettől függetlenül a második fél időre már teljesen beleálltunk a mérkőzésbe, és hangsúlyozom, hogy sokkal jobb erőlétet tudtuk nyerni, hiszen amíg az ellenfél kispadján voltak 15-en, addig nálunk 6 hadrafogható játékos van. Kaló Zsófinak ugye térd sérülése van, aztán ugye itt a Háner Dóri, a Horváth Petra kiesett a 3-2 perces kiállítás miatt, a Beda Fanni nagyon szépen állt bele, így van, nagyon szép gól. Aki ugye Szegedre jár orvosi egyetemre és kevés edzésen tud részt venni, tehát nagyon szépen szolgálta a csapatot, és hát végül is azért kellett kinyitanunk a védelmet, mert hát olyan aprók vagyunk, és súlytalanok, hogy hát a Zsolt Krisztiánt nem tudjuk kettes védőbe, ezért kellett emberfogásra kimennünk. Tehát minden szépen tudtunk alkalmazkodni, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy voltak hibáink, de beleőrültük az ellenfelet. Tehát azért a 4 gólra elmentünk, visszajöttek, de onnan is meg tudtunk újulni. A Pilisvörösvártól hazai pályán kikaptunk, én azt gondolom, hogy ettől függetlenül idegenben is van esélyünk, hát hogyha össze tudjuk rakni a brigádot a jövő héten, mert azért látható, hogy nagyon-nagyon kevesen vagyunk. Aztán most úgy érzem, hogy a jó lendületben van a csapat, tehát lehet érezni azt a kohéziót, azt az összefogást, azt a küzdelmet, amire szükség lett volna az első fél évben is. Sajnos ezt csak a második fél évre találtuk meg, de hát ennek remélem, hogy így marad. De hogyha esetlegesen nem tudunk a következő 3 mérkőzésből pontokat gyűjteni, mert az is benne van a pakliba, akkor is azt gondolom, hogy ez a tavasz ez megérte mindenképpen, hiszen azért itt látszik fejlődés, látszik egy komoly kohézió, csapatszintű munka, és hát egy olyan mohácsi kézilabdázás, amire szükség van.